Hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán, amint látjátok, és olyan tutoriállal érkeztem, így ma reggel, szombat reggel kezdjük ezzel, az a lényeg, hogy ebben a részben ki fogunk térni leginkább a templárra, mint 6x5-ös templárra, tehát endgame tankra, ki fogunk térni a skillekre, ki fogunk térni a stigma ágakra, az advanced, vagyis greater stigma ágakra, ki fogunk térni arra, hogy mikor használjon shieldet, mikor használjon greatsword-ot, és milyen fegyvereket hogy kombináljon. Nem akarom nagyon húzni az időt, megpróbálom nagyon szűkösre szabni ezt a videót, mármint nagyon gyorsan elmondani a dolgokat. Mindig így ilyen nagy bő lére eleztem azokat a mondandóimat, azt közben meg a lényeg elsikkad, kezdjük kapásból a stigmákkal, oké, gyerekek is, ugye a többiről szerintem nagyon nem akarok beszélni, a greatest stigmákról akarok beszélni mindenképpen. Na, srácok, kettő darab greatest stigma ágja van a templárnak. Ez ugye evidens, ugyanúgy, mint bármilyen klasszok, ezt meg miért zártam be. Ugye a felső ág az inkább egy ilyen PvE jellegű ág, egy ilyen védelmi ág. Az alsó ág, mármint a felső ág, a tipikus tank ág, úgymond inkább. Az alsó ág egy DPS ág. Én ugye most a DPS ágra vagyok bepakolva, de megvan mind a két ág, ki van szedve nekem. Az miatt, mert néha régebben leginkább szoktam váltogatni a két ág között. Ugye, amikor nehezebb instág voltak, akkor inkább a felső ágat szoktam betenni, meg elég DPS karakter is volt a játékban. Később, amikor már mondjuk úgy, hogy fejlődött a karakterem, meg úgy kicsit gyengébb is lett a játék, vagy könnyítettek a játékon, akkor ugye az alsó ágat szoktam jobban használni, meg ugye PvP-be azért alsó ágat szoktam használni, bár a felső ág se lehet rossz PvP-be, mivel azért rettenetesen védett a templár akkor, hogyha a felső ággal van megáldva. Na, gyorsan menjünk végig a felső és alsó ág skilljei. Kezdjük a felsővel. Van itt egy taunt skill. Van még egy taunt skill, egy területi taunt skill, van egy bodyguardunk, ami a bodyguardnak az a lényege, hogyha a grupptársadra rárakod ezt a skillt, akkor a bejövő sebzés, az őre csapódó bejövő sebzés 100%-a rád fog lecsapódni, tehát beléd fog menni. Úgyhogy ez egy ilyen skill. Van egy self heal-je, ami ugye itt látható, hogy 2181-es nem sebez, hanem heal-el saját magát. Ezek, amik itt be vannak ragva, így mutogatja, ezek még csak ilyen 45-ös verziója, skillek, ezeknek van újabb verziója, úgyhogy az adatok nem pontosak, azokat nem is fogom mondani, hanem inkább csak, hogy funkciójukat. A másik az egy olyan skill, ami az egész csapatnak a HP-ját emeli X ponttal, mondjuk 1000-rel, 1006-tal, 1002-vel, az a lényeg, hogy melyik verzióját rakott be a skillnek. Az a lényeg, hogy egész csapat, egész party HP nevelő, oké? Következő egy ilyen shield skill, aminek az a lényeg, hogyha shieldet tartasz, akkor a következő 10 atak 30 másodpercig 100% eséllyel blokkolva lesz. Tehát egy ilyen nagyon frankó kis skill, mert ugye egy ilyen gagyib shield is, ami nekem van egy ilyen 60-as eternál, mivel nem nagyon gyúrtam shieldre, 66%-ot redukál, látjátok, mivel plusz 8-as, 66%-át redukálja a sebzésnek, hogyha blokkolok vele, és tehát ugye ez fixen blokkol, tehát akkor 10 darab ütésnek csak a 44%-a fog bejönni, ami azért nem kis pálya, nem gyerekek, azért mondjuk, hogyha úgy veszük, hogy mondjuk 1000-et sebez, vagy 10 000-et sebezzen minden egyes ütés, akkor ugye minden egyikből nem 10 000 ütés, 10 000 sebzés jön be, tehát 10 ütésnél az már 100, nem 100 000 sebzés fog bejönni abból a 10 ütésből, hanem csak 4400, és akkor, ja, 100 000, ja, nem 100 000 sebzés fog bejönni, hanem csak 44 000. Azért az nem kevés, hogy több mint fele sebzést gyakorlatilag redukáljátok ezzel. Na, és akkor mi van még itt? Van még egy taunt skillunk, ugye, és akkor van még egy az ág tetején, ugye ennek a PvE, vagy inkább ilyen tankágnak a tetején van egy olyan shield skill, ami mindenféle jóval ajándékozza meg az egész csapatot, például damage redukál, meg stun elleni védelem, meg etherhold elleni védelem, mindenféle jót ad, nagyon szokták szeretni. Na, de térjünk ki most inkább az alsó ágra, mivel én is azt használom, meg a tankoknak a 90%-a ezt használja.
Miket ad itt? Milyen kis jó kis skilljeink vannak itt? Van itt nekünk egy ilyen, ami 30% atakot ad. Ennyi. Ez semmi, semmi extra, ennyit. Ez egy ilyen nagyon alap stigma, talán 25-30-on már meg lehet kapni, alap stigma, mindenki rakja be, tökéletes. Van egy ilyen Break Power nevű szép kis ütés, ami akkor proccol le, hogyha borított targetet ütünk, mármint csak akkor villan fel, látjátok, itt van az egyes skillbar egyes slotján, és fekete is az, miért fekete, mert csak akkor le működik, hogyha stunolt vagy borított targetet. Stunoltat is? Most azon gondolkozok, stunoltat is? Én úgy emlékeztem, hogy csak borítottat, mert itt meg azt írja, hogy stunolt. Na mindegy, oké, akkor hát majd úgyis meglátjátok, nagyon jó skill, gyakorlatilag szerintem a legnagyobb sebz így az Aionban. Templárként. Van egy Holy Shield-em, aminek az a hatása, hogy visszaveri az ütéseket, ugye reflektálja az ütéseket, amik bejönnek nekem egy bizonyos pontszámig, és ez fix, ez a pontszám, ami most például ennél 168, minden ütésből ugye 168 vissza fog menni a feladónak. Van egy ilyenünk, aminek az a lényege, hogy Earth Damage-t dol, tehát nem fizikai damage, tehát ezen nem fog emelni ugye az atakunk, és semmilyen más formában nem fog emelkedni ez a sebzés. Kivéve akkor, hogy a Magic Boostos ruhában vagyunk, amit nem hiszem, hogy bármelyik templár be fog vállalni. Az a lényege, hogy vagy pedig, ha nem mészt használunk, mert ugye Warhammer mész az egy ilyen 1000 plusz Magic Booster ennek, ez mindegy, ezt vessük el ezt a dolgot, ez gyakorlatilag egy jó picit sebez, de az a jó, hogy 25 méterre tudjuk ezt alkalmazni, és tanuljuk vele a targetet. Egy nagyon-nagyon-nagyon rövid cast time-ja van, 0,5 szekes, de az arra nagyon-nagyon tuti, ha menekül például egy Ranger vagy akármi előlük, az a lényeg, menekülő targetet, hogyha éppen pulse killünk nincsen belőve, akkor nagyon-nagyon jó használható arra, hogy megállítsuk, hogy stunolja kétszekre. Addig utoléritek, aztán nagyon veritek. Úgyhogy ez nagyon hasznos skill, ez tök jó. Ez nem tűnik jónak, mivel ugye pont, hogy az miatt, mivel Magic Boostos, és viszonylag kicsit sebez, tényleg ilyen nagyon pici sebzése van, de ez miatt tök jó. Na, akkor nézzük, hogy mi van még itt. Van itt egy ilyen chain skill, ami, ha jól emlékszem, mire is jön, talán erre jön. Mindegy, az a lényeg, hogy ez is távolsági skill ahhoz képest, hogy ez egy közelharci skillre jön, és egy távolsági skill, ez arra jó, hogy ugye amikor sikerül megütnünk azzal a közeli, mondom mindjárt, hogy melyik skill az, melyikre jön, opa, opa, chain-eket kellene nekem itt megnéznem, chain skill-eket, hol volt ez, hol látjuk gyerekek. Ja igen, erre jön, ugye hogyha véletlenül sikerül ezzel megütnünk meg, ezzel, utána ezt már el tudjuk küldeni, úgyhogy már egy kicsit tovább futott a gyerek, vagy mi mozgunk ki a célpont elől vagy mellől. Viszont ugye ez is sajnos magic skill, úgyhogy az miatt egy kicsit kellemetlen, hogy nem. Nem, 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 nem. Nem olyan túl nagyon sem ez. Na gyerekek, egy kicsit belekeveredtem itt, Greater Stigmához térjünk vissza. Igen, és akkor kapunk egy ilyet, hogyha ezek megvannak, ugye akkor itt folytatjuk, ami van egy ilyen fizikai sebzés 50%-át növeli, meg a Magical Accuracy-nak és a Magic Boost-nak is, ami igazából az a kettő még viszonylag olyan jelentéktelennek tűnhet, annyi, hogy a Magic Skill-ek nagyon jobban bejönnek, de az 50% vagy fizikai atak növelés az marha jó, fizikai atak növelés természetesen, az marha jó, ugye ezzel a kettővel, ez egy 35, ez egy 50%-ot, az már 80, és akkor 80%-kal nagyobbat fogunk csapkodni egy rövid ideig, ugye 30 szekig, 6, igen, 30 szekig mind a kettő, viszont ennek nagyobb a CD-je, ugye a cooldown-ja. Annyi, hogy akkor tényleg, akkor ez a kettő mindenképp alap, hogyha DPS ágon akartok mozogni. Na, itt alatta ugye, ez miatt, mivel itt már oldjuk ki a zágat, kapni fogtok egy ilyet, aminek az a lényege, hogy egy ilyen területi sebzést okozó skillt kaptok, plusz még annyit csinál, hogy látjátok, 10 másodpercre mozgásképtelenné teszi a targeteket abban a zónában, például úgy, hogy befut egy csomó mob, vagy egy raklap azmó a környezetetekbe, itt mozognak, akkor elnyomjátok azt a skillt, ezt,
és akkor ebben a körzetben nem elég, hogy sebeződnek, de még le is rutulódnak, ugye oda fagynak a földhöz, mondjuk úgy. Viszont azt nem árt tudni, hogy ebből ugye ki tudnak jönni ugyanúgy, mint a rootból. Potival, vagy éppen skillen, amilyen, hogyha van olyan skilljük. Na, srácok, akkor még tovább. Menjünk, most nem tudom, mit művelek. Stigmákra kellene visszatérnünk. Igen, és akkor a legutolsó stigma ezen az ágon, ami ez. A Shield Burst nevű skill, ami nagyon-nagyon jó, de viszont itt kezdődnek a gondok a templárnál, mivel ezt a skill csak izével tudjátok előni, shield-el, de egy marha nagyot sebez, viszont egyszer kasztálnia van, de egy marha nagyobb sebez, meg még ráadásul borítja is az ellenfelet fixem, nagyon-nagyon-nagyon jó, nagyon jó, de itt jönnek, ugye van másik shield skillje is a templárnak, viszont tényleg ez miatt kell ugye váltanunk majd harc közben Shield és Greatsword között. Na, ezt a skilleket kitárgyaltuk így, a Greatest Stigmágokat. Nézzük meg a skillbáromat, oké, gyerekek, hogyha esetleg valaki talán tanul belőle, igaz, hogy biztos vannak nagyon jó templárok is nálam. Én valami, nem is tudom, 6. éve üztem Aion, vagy 6. éve jelent meg Aion. Az a lényeg, headstartos voltam, meg még ráadásul prehorderes, úgyhogy a kezdetektől fogva itt voltam, amióta még Koreában megjelent a játék, azóta érdeklődök felőle, és itt voltam az első naptól fogva. Úgyhogy próbáltam kitanulni ezt a templár szakmát, amennyire jól, amennyire csak tudtam. Na, talán tanultok tőlem valamit, arra akartam kiukadni. Na, akkor skillbarok, ugye, itt vannak nekem jobb oldalt a vackok, fetek, meg ilyesmi dolgok, meg mit tudom, ilyen home cool is tudjátok. Még annyi, hogy itt van nekem például olyan, hogyha át akarok öltözni. DPS meg PvE ruciba. A PvE rucim az már egy jó elavult, ugye mondtam, hogy már jó régóta nem játszom. Egy OMF set, ez nem is tudom, primár vagy minek nevezik, ugye? Primár setnek. A másik az meg egy, a DPS setem az megint egy roppant elavult, de viszont iszonyatosan sok, nagyon sok atakot és nagyon sok kritet ad. 1080, 1018 atakon van mindenféle buff nélkül, ami elég sok mondott a templárnak. Meg még ráadásul van 720 base kritem, amit ugye fel tudok tornázni egy olyan 1000 köré, azért scrollokkal meg minden mi egymással. Na, következő dolog, van nekem itt egy Triroan Greatsword-öm, ami azért jó, mivel ezt el fogom mondani, magamon hagyom, és így akkor nem fogom elfelejteni. Meg a másik Greatsword közötti választási lehetőség, ami egy Latos Greatsword, ami megint csak... És itt vannak ugye, itt vannak például a hátasom, ennél tudom, hogy van jó hátas, tudnék is szerezni jobb hátas, de nekem ez tetszik, ez ilyen jobb bedeszül néz ki, azt azért szeretem. Ugye ez, hol is esik? Rentus. Nem tudsz pénzbe esik, hogyha valaki akarja ezt megszerezni, szervozni. Ja, és akkor itt vannak a fetek, meg minden, ez a jobb oldal, tehát ez olyan dolgok vannak itt, amiket nem használok általában fight közben. Viszont itt már, amikor eltérünk ide alulra, akkor itt már fight közben használható cumók vannak. Például van nekem, itt vannak ezen a részen, ezen a skillbáron, amit itt mozgatok. Ezen vannak az ilyen scrollok, potik, ilyesmik, amiket, vagyis inkább csak scrollok, amiket itt szoktam használni, csak ritkábban. Na, és akkor van még itt egy ilyen skillbarom, ami olyan cuccok vannak, amiket meg itt szoktam használni, és jó, hogyha kéznél vannak, itt vannak általában az olyan buffjaim, amik nem ilyen fightolós buffok, hanem inkább HP buffok, megvédelmi buffok. Például itt van a Chargem, ugye nagyon gyors futás, hogyha nagyon menekülni kell, vagy odafutni valahol, akkor itt tök közel legyen, általában ugye, nem általában, mindig ezt egérre szoktam használni. Meg itt van egy ilyen Prayer of Freedom egy, ami annyit csinál, hogyha le vagyunk rutolva, vagy pedig ilyen problémák vannak, hogy hogy mondjam, lerutoltak, le kötöttek valahova, oda vagyunk szegezve, akkor ugye ezt, ha benyomom, akkor ez leszedi rólam ezt a debuffot, és akkor tudok tovább mozogni, az nagyon-nagyon szuper. Ledobja rólam az összes ilyen debuffot, ami mozgásképtelené tesz, na talán ez a helyes megfogalmazás. Na, akkor nézzük, hogy még mi van itt, gyerekek. Itt van egy ilyen, viszont ez ugye, ez az Air Change nevű skill, amit
Ami nem itt kellene lennie, de itt volt hely, meg itt közel van ezekhez, ez is ugye attack buffot ad, vagyis inkább sebzés buffot, mivel azt csinálja, hogy 15 szekre redukálja a védelmünket, viszont ad minden egyes sebzésünkhöz 340, minden egyes ütésünkhöz 342 damage-t, amit most, hogyha kipróbálunk, mondjuk így autóatakokkal a crit nélkül, külön a crit nélkül, jó, akkor crittel mondjuk 1500-1700-at sebzünk, hogyha ezt ugye felteszem, akkor elvileg minden egyet kell adnia. Tehát akkor, ha az van, akkor annyival nagyobbat sebzünk ugye. Bár itt aztán elég random itt az ütéseknek a 1904 talán. Talán még 2000 föl is felmennénk, hogyha ütne, most már késő lejárt. Na gyerekek, ugye akkor ennek az, ez a funkciója, amit elmondtam. Következő Holy Shield, erről már beszéltem, hogyha ezt felrakjátok, akkor reflektálunk bizonyos sebzést visszafele. Itt van a nagyon jó kis HP buffi a templárnak, ami nagyon alapskill, már az legelső skinteken megkapja. Ugye HP-t növel, nem is tudom hány százalékkal, 50%-kal növeli a max HP-nkat, meg még ráadásul 25% HP-t visszatölt, tehát milyen heal skillnek is használható, hogy szörült helyzetben vagytok. Szerintem alap, ez egy olyan alapskill, amit minden templár legelőször is meg fog ezt majd tanulni, úgyhogy nem lesz az a gond, de ezzel nem is nagyon akarok sokat beszélni. 40-esen megkapható Iron Skin, következő nagyon jó skillünk, ami egyszerűen nincsen több verzió, hogy 40-esen megkapod, ezt 60-ig végig fog kísérni. Annyit csinál, hogy azon kívül, hogy tükörgőn befekt, tehát rak rád, azon kívül csinál egy olyat, hogy 50%-át a bejövő sebzésnek redukálja. Ez lehet mágikus és lehet mindenféle fizikai, akármi. Az a lényeg, hogy mit üt rajtad valaki 7000-et, abból csak 3000-et jön be, úgyhogy ez nagyon-nagyon kis boba skill. Nagyon szerethető. Na, következő, itt van egy-két potion meg vacak, meg még akkor lesznek itt még különböző dolgok, amit majd a következő... Ja, itt milyen potion van. Na, akkor jöjjön a következő sor, remélem, hogy tudtok követni. Kicsit tényleg próbálom gyorsan elmondani ezeket a dolgokat. Következő sor. Itt ez a felül, látjátok, ami ezzel a piros kis Divine Fury-val kezdődik. Nekem itt vannak az olyan dolgok, amik még nagyon-nagyon fontosak, nagyon jó, hogy kézre állnak, és viszonylag csoportosítva is vannak. Például nekem a legelső kettő, ez, meg ez, ugye attack buff. Ezzel a kettővel egyszer 30% már következő, benyomom, már megint plusz 50%-kal több atakunk lesz, ami ugye érezhető is, már mennyi is, hol van? 1000, jaj, szar Greatsword van rajta. 1441 atakunk lett, ami azért nem egy olyan rossz. És akkor, ugye ezt a kettőt ugye mindig folyamatosan CD-re kell tolni, az a lényeg, ha lejár, ha ugye, ha PvP, ha PvE mindig folyamatosan lejár, abban pillanatban betolod és folyamatosan nyomod neki, mint az őrült. Na, következő dolgok, amik mondjuk innen terjednének idáig, oké? Okay? Ezek az olyan skilljeim, amikkel el szoktam csipni az olyan játékosokat, akik menekülnek, vagy éppen az olyan mobokat, vagy amik távol vannak. Ugye a legelső, amiről már beszéltem, ez azt csinálja, hogy üt egyet, 25 méter távolságban max, és ráadásul stunolja a targetet. Ez tökéletes arra, hogyha menekülnek előletek, vagy pedig, hogyha instában épp CD-n vannak a távolsági a púljaitok, meg még a távolsági egyes tauntok is, és akkor azzal szépen be tudtok húzni enemiket, ugye, mármint mobokat. Eliteket, boss-t lehet így ugye beszedni. Akkor ez a kettő, amiről szerintem most el fogok még valamit mondani. Ez az első ugye, ez az alap pool, amit valami 20-valahány környékén már megkap a templár, szerintem 25 vagy 30, valami ilyesmi környékén, ugye stigma skill. Meg még van egy olyan van egy olyan poolunk, amivel max 3 targetet lehet poololni. Ugye ezek nagyon alap templár skillek, mindenkinek ezt be kell raknia, nagyon jók, ugye, menekülő ellenfelet, meg hát mindent, meg hát instába, tankoláshoz nagyon kell ugye folyamatosan húzni a mobokat, meg még ugye, meg még tényleg minden, PvP-ben mindenhol használni kell, és itt jön a képbe ez a Greatsword, amiről én itt akartam beszélni, ugye, alap Greatsword, közvetlen közelről.
Ez ugye, hogy világos mindenkinek. Extend Greatsword. Látjátok, 6 méter, igazából 6 méter távolságra üt. Látjátok, hogy remélem, hogy látható, hogy szépen így ugye hosszabbodik ez a Greatsword, és ugye ennek nem csak az, vagy nem csak az a az előnye van, hogy hosszabbodik, hogy onnan tudtok ütni, hanem még plusz a húzási távolságotok is meg hosszabbodik. Például nézzük meg, hogyha most ráviszem erre a Dumlurra az egeret, itt kiírja, hogy mennyi, milyen messziről. Látjátok, hogy 17 méterrel tud húzni. Tehát 18 méterről nem akar. Túl távol van, ugye, too far away a target, nem fogja meghúzni, de hogyha már, tehát innen már nem, mondjuk innen se, 20 méterre meg főleg nem. Nem tudja meghúzni, ugye, a púljával a targetet, mondjuk az azmót, ami éppen menekül. De viszont, hogy hátráltatok erre a Greatsword-re, ez egy 50-es Greatsword, tényleg ez egy nagyon-nagyon-nagyon ilyen kis, mindjárt megmutatom a statjait is, nagyon-nagyon elavult Greatsword, plusz 15-ös, 50-es Teobomoszlabba és Adma Strongholdba esik. Ez gyakorlatilag az egyik Adma Greatsword, a másik Triroán, annyi a különbség köztük, meg egy kicsit más az kényük. Rengeteg akuraszit kell felrakni rá, mivel nagyon-nagyon szar, látjátok, hogy nekem is tele van itt akuraszival, különben nagyon nem találja el a célpontot. Viszont az a előnye ugye, hogy extend fegyver, minden templár ki tudja onnan szedni, nagyon-nagyon könnyű, viszont van ennek extend fegyverben nagyobb verzió is, olyan, amíg 60-tól 63-ig használható, meg 60 65-től 67-ig talán. Arról most nem akarok szót ejteni, az a lényeg, extend Greatsword-ről beszélünk. Nézzétek meg, 20 méterről állok. És 20 méterről is. 20 méterről is meg tudja húzni a célpontokat. Nagyon boldogan, nagyon-nagyon jó. Főleg egy olyan, most mondok egy szituációt, hogy mire jó. Például kettő tábor egymás ellen, egymással szemben áll, mondjuk azmók meg eliószok, és így mondjuk egy ilyen szűk kanyon környékén vagytok, és ugye mindenki így próbálja így a távolságot csalogatni, és ugye mindenki tudja, hogy mondjuk templár az nem tud húzni csak 17 méterről, de neked előkapod ugye az Extend Greatsword-ot, és akkor szépen behúzod az eliószok közé ugye az azmót, és szétkapják, mint a szart. Nagyon sokszor volt rá példa, nagyon-nagyon jó kis trollkodó fegyver. Tényleg, és meg menekülés, meg menekül előled egy target, és nem tudod, 18 méter, 18 méter. Nagyon azán ráváltasz az Extend Greatsword-ra, és meghúzod, hogy éppen amit akarsz vele megcsinálod. Na, oké, akkor Extend Greatsword kilőve, ennyit erről. Folytassuk a skillbart, oké, gyerekek, az a lényeg, hogy következő skill, taunt. Agrót növel célponton, egy darab célponton, ennyi, semmi más, 15 méterre használható. Következő területi taunt. Amíg a közelben van, nem tudom hány méteres range-be, 8 méteres range-be tauntol. Erről se akarok nagyon sok mindent mondani, plusz még annyit csinál viszont, hogyha shield van a kezetekben, akkor a következő ütés az mindenképp 100% blokk lesz. Ezt nem nagyon szokták tudni, vagy nem olvassák el, annyi, hogy ennyi, hogyha épp shield lenne nálam, akkor ezek mondjuk megütnének, akkor ugye blokkolnák a következő ütéssel. Na, srácok, akkor folytatás következik. Következő skill. Egy olyan taunt, amelyik ilyen dot-szerűen hat, mármint egy csomó ideig ott marad ez a taunt effekt, és akkor tauntolja az enemiket. Ez is nagyon-nagyon kis hasznos skill, nem kell folyamatosan tauntolni. De viszont viszonylag nálam kevés taunt van. Ez azért van, mert rájöttem egy ideig, azt hittem, hogy taunttal tudok csak agrót tartani. Volt vagy 8 vagy 10, de később rá kellett jönnöm, hogy DPS-sel sokkal, sokkal könnyebb agrót tartani, például, mint taunt skillekkel. Na, akkor tovább. Amúgy is a templárnak van egy olyan passzív skillje, ugye, amit alapban megkap, hogy a agró termel minden egyes ütése. Na, nézzük akkor, milyen lehetőségek vannak itt még. Következő. Következő egy shield skill, aminek az az értelme, hogy hogyha rárakom egy partitagomra, akkor egy 5000-es
sebzés, 5000-ig kap egy shieldet, viszont csak 10 másodpercig. Annyi a lényege, hogyha látom, hogyha nagyon nagy szarban van valaki, látom, hogy például területizni fog egy boss, awézik egy boss, akkor annyit csinálok, hogy kinyúlok rá, és rádobom, most ugye nem tudom ezt rá, senki, és akkor 10 másodpercig védve van, már mint egy 5000-es shieldet kap, ami azt jelenti, hogy 5000-et redukál a sebzésből az a shield bar, mint 5000-re kevesebb sebzést kap, ami nagyon-nagyon-nagyon hasznos. Nagyon-nagyon nem használják a templárok, én folyamatosan CD-re szoktam nyomni egyébként de olyan szituációt. Tök jó azért, hogy 5000 sebzést redukálni, nem olyan nagyon, nem olyan nagyon szar. Következő. Ez egy területi heal skill. Teljesen useless gyakorlatilag, igazából annyi, hogy kettő közeli parti tagot healez vele, egy nagyon minimális, a te HP-t megfogy cserébe. Én egy dologra szoktam használni, itt van a végén, hogyha elfogy a taunskillem, a területi taunskillem, akkor ezt szoktam annak használni. Igaz, hogy heal, viszont ugye a heal agro az elég erős a játékban, ezért van az, hogy nem a DPS-ekre szokott lefordulni leginkább a boss vagy mob, hanem inkább a healerekre, hogyha nem tauntolgatjátok őket. Ez miatt ezt ki szoktam használni, ezt a kis bugot a játékban, vagy nem is bug, hanem játéktechnikai dolgot, és álljunk ide a napra, hogy azért valahogy, de csak ilyen sötétség legyen. Ja, és akkor így szoktam azzal tauntolgatni. Na, nézzük, hogy még mi van itt. Van egy Nezegán Shield, ami ki 2 vagy mennyi? 4K DP teszik, ugye a DP süti van itt nekem lerakva, meg a 2 darab DP skill, amit szoktam használni. Első a Nezegán Shield. A Nezegán Shieldnek annyi a lényege, hogy a következő 30 másodpercre az összes fizikai sebzést hárítja. Tehát iszonyat beteg jó skill, 1 órás CD-je van ez miatt is. Hogyha mondjuk Assassinnal, vagy pedig Gladival, vagy ilyesmi, vagy másik templárral küzdetek, és ezt felrakjátok, akkor 30 másodpercig meg sem fog sebezni benneteket, ha csak nem mage skillekkel, vagy pedig ha olyan mobot üttek, olyan boss-t, ami fizikai sebzéssel operál, akkor ugye ezt felrakjátok 30 másodpercig, nem sebez, de viszont van egy olyan hatása, hogy a ti atakotokat le fogjuk venni, nézzétek meg, 1018 atakon van, benyomom, és már csak 753 van, úgyhogy egy ilyen kellemetlen hatása van, viszont a 30 másodpercig tartó teljes védelem fizikai sebzés ellen az nagyon-nagyon beteg. Ezt talán 50 sen kapja meg a templár, ha jól emlékszem. Remélem, hogy jól emlékszem. Na, menjünk akkor a következő sorra, közben lejár ez a skill, sőt le is veszem, mert ilyen nagyon furcsa effektje van. A következő sor. A következő sor az olyan, amiket szoktam használni, de ezeket még egérrel szoktam használni. Például ezt a skillt egérrel szoktam használni, ami egy hatalmas nagyot sebző skill. 4600-at sebzett most például. És viszont nagy a CD-je, de azért nem rakom be a rotámba, többek között azért, mert nagy a CD-je, meg még az miatt is, mert stunol, és nekem ez kell, hogy ezt külön tudjam használni, hogyha olyan helyzet van, hogyha megtámadnak, akarom, hogy stunolva legyen az ellenfél, olyan skillt nyom, vagy tényleg bármilyen szituációban, hogy akarom, hogy abban a pillanatban stunoljon, akkor ezt így be tudjam nyomni kapásból egérrel, ez tök jó, és ugye nagy CD-je is van, azért nem rakom be a rotára se. Na, következő mellette lévő skill, még egy távolsági skill. Ezt nem tudom, hogy erre hat. Erre nem hat. Erre nem hat az extend fegyver. Egy ilyen iszonyat gyors kis odaszúrva skill. Marha nagy sebzéssel, ez is 3600 damage-elt azon a damin. Ez tök jó, ezt meg azért használom így megint, mert viszonylag közel van ezekhez ugye távolsági skillekhez, például ehhez, meg ugye a chain poolokhoz, és ezt is tudom szurkálgatni, ha kell. Na, következő dolgok. Következő, itt ami van, ez az egy ilyen olyan skill, ami arra jön, hogyha borítunk egy targetet, úgyhogy ezt nem fogom tudni megmutatni. Az a lényeg, hogy ezt a skillt, meg a
break power-t szoktam egyszerre használni, hogyha be van borítva egy target, ezt a kettőt rá tudom csapatni. Az egyiket a rotában van, az egyes gombon, mindig oda rá tudok nyúlni, egyből ugye egyes gomb, ezt meg akkor gyakorlatilag úgy csinálom, hogy egyes gomb, és ezt már abban a pillanatban így ráküldöm, még ezt ugye egészre, és akkor egy, nem azt mondom, hogy egyszerre, de így egymás után nagyon gyorsan titik meg tudja ezt a kettőt csinálni, és akkor egy borítás alatt rámegy mind a kettő ilyen DPS skill-em. Na, nézzük tovább, ez egy chain skill-nek az eredője, ez erről majd később, ide egy scroll jött, ide egy kis ilyen élesztőkövecske jött, itt meg valami gyűrű van, és ezeket a maradék négy skillt, ami itt fenn van, ezt még akkor fogom elmondani, amikor végzünk ezzel a sorral az alsóval, mivel az oda kapcsolódnak. Na, első dolog a rotámban, egyes. Amit nem tudok megnyomni, csak akkor, ugye, hogyha borítva van az enemy. Ezt, erről beszéltem, hogy ez azért van itt az egyesen, mert ezt úgy, pont így tök jó kéznél van, és akkor, hogyha borítva van, ugye ezt nagyon gyorsan kell megnyomni, addig tudjuk ugye elnyomni, amíg borítva van, és azért itt van, hogy így egyből így rá tudjak tenyerelni, rányomok ugye akkor az egyesre, és meg még itt az egérrel ezt a skillt, és akkor ezt a kettőt rá tudom küldeni. Normál rotám az a kettesen indít, és akkor hármas, ezek gyakorlatilag ütések, meg még debuffoló skillek folyamatosan, és akkor ezt szoktam így végignyomni, hogy ugye régen volt, és így végig szoktam szépen küldeni. Így. És ez körülbelül addig tart, hogy az elejétől tudom megint folytatni, látjátok. De, itt már elfogytak. Itt már elfogytak a skillek viszonylag, és ilyenkor jön az, hogy ugye be kell nyúlni közben ezzel a kettővel, meg még ráadásul itt jön az a képbe, hogy jó lenne váltani azokra a skillekre is, amik itt vannak mögötte, mivel ezek ugye csak shield-el elnyomható skillek. Például, rota. Megy a rotány. 4-es. 5-ös gomb. 6-os. 7-es ugye nem lesz, 8-os se lesz. Viszont a 9-essel ugye átváltunk shield-re, és akkor elküldjük az összes shield skill-t, és visszaváltunk a sima rotánkra, a Great Sword-re, ugye? És akkor így tovább. Az a lényeg, hogy mindig úgy van, hogy ha vagy hogyha kevés skillem van, vagy pedig csak úgy gondolom, hogy az úgy tök jó lenne, hogyha eltolnám a shield-es skilleket, akkor kell egyet váltani, és akkor eltolom a shield-es skilleket, amik itt vannak mögöttem már. Ugye itt van a shield burst, meg itt van egy shield blast nevű skill, ami megint egy marha jó egyébként, mivel stunol ez a skill. Meg még ráadásul van rá egy chain, amelyik egy ilyen olyan skill, ami ilyen ismételgethető skill, ahányszor nyomjátok le, akkor annyiszor sebez. Mindjárt meg fogom mutatni, közben meg még elmondom, hogy van itt egy nekem egy ilyen skillem is, ez a Swirl Storm, ami egy ilyen távolsági skill, megint csak ami azt csinálja, hogy messzire sebez, AOE sebez, tehát területi sebzése van. Meg még nekem ráadásul, ja, igen, stunolja, igen, fellöki a targeteket is egyébként. Nekem azt akartam mondani, hogy nagyon sokszor fellöki a targetet. Igen, fellöki, de ugye ezek a stunok, meg ezek a felborítások, ezeket bosszokra, meg ilyen nagyon hírókra, meg ilyen elitekre ne próbáljátok azért 100%-ig venni, mert nem biztos, hogy az úgy fog történni. Na, akkor mutatom még itt a shield skill-eket, ugye? Például erről beszéltem, hogy van itt nekünk egy ilyen, amelyik nagyon jó skill, ami shield burst, ami ugye stunolja a targetet, vagyis felborítja inkább, én úgy emlékszem. És meg van ez a shield ez a bash, amelyiknek van egy ilyen funkció, hogy egy ilyen pumpálható skill. Meg ugye meg van még egy ilyen skill is. Ja. És akkor szerintem végeztünk is körülbelül a skillbárommal, remélem. Ja, és akkor itt ugye amiről beszéltem, hogy itt felül ezek a skillek, amik ugye sötétek. Ezek olyan skillek, hogyha shieldetek van erről, és blokkoltok, volt egy sikeres blokkolásotok, akkor fog felvillani. Úgyhogy ezek olyanok, akkor tudjátok elnyomni, úgyhogy azért van az, hogy itt vannak, például, hogyha ráváltok shieldre, hogy elnyomjon a shield skilleket, akkor ha közben esetleg a boss vagy mob üt rajtam, vagy az enemy olyat van, hogy
én blokkolok egyet, akkor ugye felvillannak, és akkor gyors még azt rá tudom küldeni, rá tudom nyomni. Egyébként a templárnak vannak olyan skilljei, amik nem ugye monát tesznek, hanem HP-t, azért látjátok is, hogy a HP megcsappan. Ezek között például olyan van, mint ez az Earchange, amelyik ugye azt eredményezi, hogy sebzésre rak rá 342-t minden ütésenként. Meg még van egy olyan is, amelyik az ötösön van nekem egy ilyen szintén pumpálható skill, amelyik eléggé sokat, látjátok, elég sokat leszívott, viszont hatalmas, szó szerint hatalmas sebzést lehet vele produkálni. Most megint megpróbálkozok vele, úgyhogy rárakom a buffokat is, meg nyomunk esetleg egy ilyen néhány scrollt, és akkor nézzétek meg, hogy mekkora damage-t fog kitolni magából. Konkrétan 4500, 4600, 4500, meg még ráadásul a harmadik, az sajnos nem kritelt le. Ha az is lekritel, akkor gyakorlatilag 15000 sebzés így instant belemegy a mobba. És még egyszer talán. Igen, az utolsó nem kritelt le. Megint nem kritelt le, csak kettő darab kritelt le. Gyakorlatilag az első skill-lel együtt így is megvolt szerintem a 15000. Nézzük meg buff nélkül, ugye buffok lejártak most nekem. Először egy 1007-es, 3000, és igen, nem kritelt le sajnos megint meg kettő. Az a lényeg, hogyha mázlitok van egy 20000 fölötti, ha nincs mázlitok, akkor egy 15000-es sebzést biztos be lehet vinni. Ezzel az ötössel, meg még ráadásul a csényeivel. Na, kiveséztük teljesen a skillbarunkat, a gyerekek, remélem, hogy igen. Nem hagytam ki semmit, ugye. A következő részben valószínű, hogy meg fogom mutatni, hogy lehet vévelni. Vévelésnek azt hívják, amivel egy ilyen kis játéktaknikai bugot lehet kihasználni, és annak segítségével gyakorlatilag 30-40% DPS növekedést lehet elérni, ilyen, hogyha ezt a trükköt ugye kihasználjátok, ami azért nem egy kicsi dolog. Főleg úgy, hogy a játékosok 90%-a nem ismeri ezt a technológiát. Na, oké. Akkor tényleg remélem, hogy mindent kiveséztünk. Hogyha kérdésetek van, akkor tegyétek fel videó alatt, természetesen válaszolni fogok. Szerintem akkor ennyi. Na, köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!